Sziasztok! 25-e van, karácsony napja hivatalosan itt Angliában. Igazából túl sok minden ma már nem csináltunk, kicsit még körülnéztünk így a városban, elég sok minden zárva van, tehát ma igazából a boltok, az éttermek mind zárva voltak, most pedig itt vagyunk a Szent Pál Székesegyháznál, ahol bemegyünk és meghallgatunk egy misét, megnézzünk egy misét. Tegnap igazából sok dolog már nem történt, elmentünk még a Hyde Parkba, megnéztük a Winter Wonderlandet, és aztán... You can come, sorry! It's okay. Szóval tegnap nem történt sok minden, elmentünk a Hyde Parkba, ahol megnéztük a Winter Wonderlandet, és ott kicsit körülnéztünk, találkoztunk Leonnal, az egyik ismerősömmel, aztán utána már visszajöttünk a szállodába, és vagy visszamentünk a szállodába, és aztán elaludtunk. Úgyhogy a tegnapi este az így alakult. Alapvetően azért Londonban én azt szeretem, hogy akadálymentes, és szerencsére mindig mindenhol megvan oldva az, hogy kerekesszékkel is könnyen be tud jutni, és elég nyitottak is az emberek, tehát tényleg mindenki kedves és segítőkész, és hogyha kérdezek, hogy hogyan kell valahol bejutni, akkor azonnal tudják a választ. És ugyanez igaz igazából a metróra és az egyéb több megközlekedési eszközökre is. Úgyhogy most menjünk és megnézzük a misét. Na, újra itt. Jelenleg este 8 óra van lassan. Igazából a katedrálisban, vagy így a Székesegyházban tök jó volt az egész éneklés és az egész mise. Nekem nagyon tetszett. Bevágtam majd egy pár vágóképet. Meg tudom beszélni mára, vagy így estére még. És aztán sétáltunk még egy kicsit a városban. Most pedig itt vagyunk London utcáin. És ilyen tök jó kivilágítások vannak. Annyira nem látszik sajnos, de ezek így angyalok vannak kb. London utcáin, főleg a belvárosban. Most pedig elindulunk vissza a szállásra. A mai nap az eléggé ilyen nem is satnya, mert nem mondanám azt, hogy satnya, inkább csak ilyen kis rövidke volt. Úgyhogy tényleg csak kb. A Székesegyház volt, aztán meg az, hogy mászkáltunk a városban. Holnapra várható egy nagyobb nap, mert holnap elmenjünk reggel Brightonba, onnan a Richmond Parkban, majd Londonban, és utána pedig már rohannunk el, mert hogy este már megy a gépünk, úgyhogy a holnapi nap egy kicsit húzósabb lesz, a mai nap meg inkább rápihentünk a holnapra, úgyhogy találkozunk holnap.
Na jó reggelt, december 27-e van, és ez az utolsó napunk Angliában. És ennek alkalmán így reggelre lejöttünk Brightonba. Mögöttem ott van a Brighton Pier, ahol most lemegyünk, megnézzük. Igazából itt télen elég sok minden zárva van, úgyhogy csak itt körülnézünk egy kicsit a városban. Aztán utána már megyünk is vissza Londonba, és ugye ahogy említettem, még nem régen elmegyünk még a Richmond Parkba, aztán eszünk valamit, és már este indul is vissza a gépünk, úgyhogy túlságosan sok idő nincsen, menjünk, fedezzük fel a várost. Yeah.
Na hát, Brighton óta visszajöttünk Londonba a vonattal, aztán eljöttünk Richmondba a metróval a vonatállomásról, és most a Richmond Parkban voltunk, ahol láttunk pár őzet, meg szarvast. Szaladunk tovább, úgyhogy ez megint egy ilyen kicsit gyors bekukkantás és már rohanás is tovább, mert hogy most megyünk enni, utána pedig már a busz állomásra, igen, és aztán pedig a reptérre. Úgyhogy most szaladunk tovább. Ilyen vágóképeket fogtok látni, meg pózoltam a szarvasokkal. Nothing's as easy as it used to be. Not on the mountain, but down in the street. I am still nowhere to be seen. I've lost myself, you'll never get that feeling. Hogy le a kalappal a vloggerek előtt, mert hogy apám, tehát ez a munka, azért ez nem egyszerű. Mióta Richmond Parkban voltunk, azóta elmentünk vissza a szállásra, ettünk egy pizzát, utána pedig kijöttünk a reptérre. Metróval kellett elmennünk Golder Greensig, vagy valami megállóig, ahol aztán a National Express buszra szálltunk fel, amit vagy nem is tudom, 15 percen keresztül tartott, mire kinyitották a mozgássérült rámpát, de legalább volt a buszon mozgássérült rámpa, úgyhogy mindennek a pozitív oldalát kell nézni. Aztán utána a Lutoni reptérre kiértünk, és hát ott is egy kicsit macerás volt, mire sikerült a rámpát újra megmozgatni. Majd átértünk a security check-en itt a reptéren, és most pedig a special assistance-nél várunk, ahol majd 15 perc múlva mondják be, hogy melyik kapu az, és tesznek majd fel a gépre, ahogy mindig is szoktak ebbe a felemelős autóba. Úgyhogy innen igazából a napnak már lassan vége, felszállunk még a gépre. Eddig jelenleg azt írja az előrejelzés, hogy nem lesz semmilyen késés, úgyhogy kivételesen egyszer úgy néz ki, hogy a Wizzairrel időben hazaérek, és hát utána majd jelentkezem még Budapestre.